Idén már az ausztriai Mária Celbe is indul zarándokvonat. Figyelmetlenség, a közlekedési balesetek harmada a gyalogosok és a kerékpárosok hibájából történik. Vaklicit több mint 700 gyógyszerára csökken áprilistól. A Hegyvidék Televízió híradóját látják 19 órakor, jó estét kívánok! Újabb zarándokhelyre lehet eljutni vonattal. A lengyelországi Fekete-Madona zarándokvonat és a csíksomjai Boldogasszony zarándokvonat után az ausztriai Mária Celbe is indul jubileumi vonatos zarándoklat a Missio Tour szervezésében a MÁV Nosztalgia Kft. Közreműködésével. A nyugati pályaudvar királyi várótermében tartották meg azt a sajtótájékoztatót, ahol bejelentették, hogy idén az ausztriai Mária Celbe is indul zarándokvonat a Missio Tour szervezésében a MÁV Nosztalgia Kft. Közreműködésével. A már hagyományos lengyelországi Fekete Madonna és a csíksomjói Boldogasszony zarándokvonat nagyon népszerű, ezért a tervek szerint közel 1000 zarándokra számítanak, mondta el Budai László, a zarándoklat szervezője. Azt hiszem, hogy a nagyszámú érdeklődés, az a jelentkezők folyamatos érdeklődése, jelentkezése a Boldogasszony zarándokvonatra, a Fekete Madonna zarándokvonatra jó reményt ad arra, hogy Mária Celbe is 7-800-an, aztán azon kívül még gyalog, autóbusszal, egyénileg utazva további több százan eljönnek majd. Én remélem, úgy gondolom, hogy Mária Celbe püspök atya lelki vezetésével több mint 1000-en veszünk majd részt azon a hálaadó jubileumi szentmisén, amire ott majd sor kerül ezen a szeptember 28-i napon. A Mária Celli zarándokhely múltja 1363-ra vezethető vissza, amikor Nagy Lajos magyar király a törökök ellen harcolt. Az egyik ütközet előtt megjelent álmában Szűz Mária, aki megjósolta a csata győzelmét. Valóban győzedelmeskedtünk is abban a harcban, ezért hálából Nagy Lajos egy gótikus templomot építetett Mária Celben. Ennek a történelmi eseménynek a 650. jubileumán tehát elindítják a Mária Celli zarándokvonatot. Az útvonalunk az alapvetően egy nagyon-nagyon különleges, szép élményt takar önmagában, hiszen az a szemeringi szakasz, ahol majd a vonattal elhaladunk, az a világörökség része. Az utolsó szakasz Nőszuslágtól már majd busszal tesszük meg, de az útnak a nagy része, azzal az igazán hangulatos, önök által is bizonyára ismert, és most egy újabb első osztályú kocsival gazdagodó Szent László királyról elnevezendő kocsival gyarapszik majd ez a flotta, aminek én nagyon-nagyon örülök. A névadásnak különösen is, mint zarándok vonatokat szervező is. Feledhetetlen látnivalókat és lelki élményeket ígér a korábbiakhoz hasonlóan lelki megújulás tiszta forrásból, jelmondatta a meghirdetett zarándoklat. Nagyon fontos, úgy gondolom, hogy lelke van ezeknek a vonatoknak, lelke van, magas színvonalat biztosít a MÁV Nosztalgia nekünk, és mi pedig az egész vonat kihangosítása által lehetőséget kapunk arra, hogy végig előadások, elmélkedések, közös imák, közös éneklések, de akár idegenvezetés is ismertetve a tájat, hol haladunk el. Tehát egy olyan élő vonattá válik ezáltal ez a bizonyos zarándok vonat, ami azt hiszem, hogy valóban szolgálja a lelki megújulást. A Mária Celbe induló Szent László Pullman vonatot Veres András püspök megszentelte, ugyanis ő lesz a zarándoklat lelki vezetője. Különös jelentőségűvé vált az emberek életében a zarándoklat. Azon belül is a gyalogos zarándoklat, és ennek egy nagyon szép, üdítő színfoltja lehet, hogy vonattal is lehet zarándokolni. Ezek a zarándoklatok rendkívül érdekes lelki élményt jelentenek az emberek számára. Santiago de Compostela-ról bizonyára többen hallottak már, hogy bizony egy-egy hónapos, gyalogos zarándoklatra vállalkoznak, akik oda elmennek. Ez csak 4 nap a mi egyházmegyénkből, de a 4 nap sok-sok ember számára egy olyan elementáris lelki
megerősödést, megújulást hoz, ami úgy tűnik, hogy sokak számára egyre vonzóbbá teszi. A Mária Celli zarándokvonat szeptember 28-án indul a Nyugati pályaudvarról. Ma van a víz világnapja. A nap során tartott rendezvényekkel arra akarták felhívni az emberek figyelmét, hogy az ivóvíz érték az elmúlt 50 év népességrobbanása következtében meg háromszorozódott a föld vízigénye. Emellett a pazarlás és a környezetszennyezés is súlyosan veszélyezteti bolygónk vízkészletét, mutatott rá az UNICEF a világnap kapcsán. Magyarországon több mint 500 olyan település van, ahol az ivóvíz minősége nem felel meg az előírásoknak. A legutóbbi mérések azt mutatták, hogy Budapesten, így a hegyvidéken is átlagon felüli a vízminőség. A gyalogosok és a kerékpárosok jelentős része a legalapvetőbb közlekedési ismeretekkel sem rendelkezik. A tavalyi évben 605-en haltak meg közlekedési balesetben, 28%-uk volt gyalogos. Ilyen magas értéket az utóbbi 10 évben nem tapasztalt az Országos Rendőrfőkapitányság. Az Országos Rendőrfőkapitányság kampányt indított a gyalogosok és a biciklisek védelme érdekében. Ugyanis folyamatosan nő a gyalogos és kerékpáros balesetek száma. A 2012-es statisztikai adatok szerint a közlekedési balesetek több mint 25%-át a gyalogosok szenvedték el. Mondta a híradónknak Kis Csaba, az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztály és a balesetmegelőzési osztály vezetője. Az elmúlt év, illetve az elmúlt évek baleseti adatainak elemzése során állapítottuk meg, hogy elég magas mértéket ütött meg a gyalogosok által elszenvedett balesetek aránya. Tehát a halálos balesetek közül több mint 25%-a a gyalogos, aki életét vesztette közötti közlekedési balesetben. Az idén már 20 járművezetőn kívül 20 gyalogos is életét vesztette balesetben. A legtöbb esetben pedig az olyankor, amikor lakott területen kívüli útesten gyalogolnak, éjszaka rossz látási viszonyok között nem viselik a fényvisszaverő ruházatot, és ezért sokkal nehezebben, sokkal később észleli őket és veszi észre őket a járművezető, és ilyenkor megtörténik a baj. Nagyon sok ittas gyalogos közlekedik éjszaka a sötét órákban az útesten, és nagyon sokszor az út közepén, vagy több olyan balesetünk volt, és sajnos egyre jellemzőbb az, hogy az úton fekvő gyalogos gázolják el a járművezetők, hiszen ők olyan sebességgel közlekednek, hogy nem tudnak már megállni, amikor megpillantják az úton fekvő gyalogos például. A gépjárművezetők után pedig a biciklisek okozzák a legtöbb balesetet. A kerékpárosokat pedig azért is vettük fokozott figyelem alá ebben az évben, hiszen mint járművezetőként az okozói kategórián belül a gépjárművezetők után ők következnek 13%-kal, és őket követi a tehergépjárművezetők, illetve a motorkerékpárvezetők, és a nagy motorkerékpárvezetők és a robogó vezetők összesen nem okoznak annyi balesetet, mint a kerékpárosok. Tehát erre a jelenségre reagálnunk kell, és meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy mind a két kategóriánál, mind a gyalogos kategóriánál, mind pedig a kerékpáros kategóriánál csökkentsük mind az általuk okozott, mind a részesként elkövetett balesetek számát, mind pedig az áldozatok számát. Fokozott rendőri jelenléttel és ellenőrzésekkel kívánják visszaszorítani a gyalogos és kerékpáros baleseteket, de ezek elsősorban segítő jellegűek lesznek, csak másodszorban szankcionálnak. Óriás plakátokkal is felkívánják hívni a figyelmet az ilyen típusú balesetek veszélyeire. Szeretnénk megakadályozni ezeket a tragédiákat, mindenképpen a megelőzés eszközével, és csak nagyon-nagyon-nagyon végső esetben a szankcionálás eszközével vonatkozik ez a kerékpárosokra is. Tehát már a következő hónapban, áprilisban, a második felén számíthatnak a kerékpárosok egy fokozott ellenőrzésre, fokozott rendőri jelenlétre, amely rájuk fog irányulni. Ellenőrizni fogjuk a szabályok betartását a kerékpárosok által, ellenőrizni fogjuk a kötelező berendezések meglétét, világító eszközök meglétét, fényvisszaverő eszközök meglétét, tehát hogy valóban szabályosan felszerelt kerékpárra vegyenek részt a forgalomban, és hát ne feledkezzünk meg az ittasságról, hiszen az ittasan a kerékpárosok által elkövetett balesetek közül minden negyedik
kerékpáros ittas állapotban volt, tehát 25% körül van az ittas állapotban elkövetett baleseti arány, ami nagyon-nagyon magas. Mintegy 50 ittas vezetővel több okozott balesetet 2012-ben az előző évhez képest. Ez az összes baleseteken belül 10,4%-ról 11,2%-ra történő növekedést eredményezett. Több mint 700 gyógyszer ára csökken áprilistól, ennek mértéke átlagosan 14,2% lesz. Ez volt az eredménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nemrégiben lezárt vaklicitjének. Jellemzően az asztma, a depresszió és az oszteoporózis kezelésére szolgáló készítmények válnak kedvezőbbé, de alacsonyabb lesz az ára néhány onkológiai, valamint pszichiátriai gyógyszernek is. Elsősorban a népbetegség kezelésére alkalmazott gyógyszerkészítmények, vérnyomás csökkentő, oszteoporózis ellenes készítmények és néhány oktató is. Ezekért a készítményekért áprilistól átlagosan 14,2%-kal kevesebbet kell majd fizetni a gyógyszertárakban. Az árcsökkentés összesen 712 féle gyógyszert érint. A kedvezőbb ár az úgynevezett vaklicitnek köszönhető. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mintegy másfél éve vezette be az eljárást. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az azonos hatóanyagú gyógyszerek között versenyt hirdet. Ezek közül bizonyos feltételek figyelembevételével kiválasztja a legolcsóbbat, és az összes többi ugyanolyan hatóanyagot tartalmazó készítmény csak ennek a terméknek a támogatás összegét kapja meg támogatás összegbe, tehát amennyiben a forgalmazó ezt magasabb áron adja, így akkor a betegeknek kell megfizetni a különbözetet. A vaklicit során az egyes gyógyszergyártó cégek nem látják egymás ajánlatait, így nem tudják, ki mennyiért kínálja az azonos típusú gyógyszert. Az OEP ártámogatási osztályának főosztályvezetője azt mondja, a vaklicit a lakosság mellett a gyógyszerkassa számára is megtakarításokkal jár. Szerte a világon bevett gyakorlat, hogy a lejárt szabadalmú termékek esetén, amikor megjelennek a generikus versenytársak, ami azt jelenti, hogy ugyanaz a hatóanyag több fajta formába, több dobozba, más színű gyógyszerbe megjelenik, akkor az ebből eredő megtakarításokat tudják felhasználni a későbbiekben, esetlegesen új termékek befogadására, vagy arra, hogy egyáltalán hatékonyabban legyen felhasználva a gyógyszertámogatásra fordítható összeg. Itt Magyarországon is ez a lényege ennek. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt évek során is betartásra került a gyógyszerkassa, és még idén is további megtakarításokat remélünk ettől. A főosztályvezető kiemelte, hogy az árcsökkentés csak a vaklicitben résztvevő készítményekre vonatkozik, vagyis nem terjed ki minden a piacon kapható gyógyszerre. Nagyon fontos azt megjegyezni, hogy nem feltétlenül lesz mindegyik gyógyszer olcsóbb, tehát a betegek nem feltétlenül találkoznak azzal, hogy minden általuk szeret készítmény olcsóbb lesz, azonban nagyon fontos azt tudni, hogy az azonos hatóanyagú készítmények között mindig rendelkezésre áll majd sokkal kedvezőbb áru alternatíva. Éppen ezért, vagyis az azonos hatóanyag tartalom miatt sokaknak jelenthet segítséget az árcsökkentés. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy a betegek tudatosabbak legyenek és nyomon kövessék az árváltozásokat. Bár erre vonatkozóan nem készült átfogó felmérés, de még mindig sokan ragaszkodnak a régi megszokott gyógyszereikhez, mondja az Egészségbiztosítási Pénztár főosztályvezetője. Pedig ha tájékozódnak a lehetőségekről, akkor havonta akár több ezer forintot is megtakaríthatnak. A tájékozódásban a házi orvosok mellett az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján elérhető gyógyszerkereső is segítséget nyújt. Szombaton ismét megrendezik a Föld órája elnevezésű figyelemfelhívó akciót. A Természetvédelmi Világalap által szervezett esemény ideje alatt a világon több millió háztartásban kapcsolják le a világítást és az egyéb elektromos berendezéseket. Számos nagyváros mellett Budapest is csatlakozott a kezdeményezéshez, így elsötétül a Citadella, a Budai Vár és a Lánchíd is. Az Ausztráliából indult Föld órája akció célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a klímaváltozás elleni küzdelemre. Bartl 80, ezzel a címmel nyílt rendhagyó kiállítása Barabás villában, ugyanis nem a művésztől, Bartl Józseftől származnak a képek, hanem magángyűjtőktől. Ezeket a képeket így még nem láthatta a nagy közönség sehol. A tárlat anyaga főként a 70-es évek után készült alkotásokból áll. Bartl József, a Munkácsi Mihály díjas festőművész 80. születésnapja alkalmából kiállítás sorozatot rendeztek az ország több pontján is a tavalyi évben. Ehhez kapcsolódva a Barabás Villa galériában Bartl 80 címmel nyílt kiállítás. Bartl József a tavalyi esztendőben ünnepelte 80. születésnapját. Ezen alkalomból több jubileumi kiállítás is nyílt országszerte.
Ugye indult a sorozat Soroksáron, a festő szülőhazájában, aztán több nagy tárlat követte, Szentendrén a Művészetmalomban egy nagy átfogó életműkiállítás, és jelenleg is látható Pécsett a Lénauházban kiállítás a művésznek. A mi kiállításunk is ehhez a jubileumi kiállítás sorozathoz kapcsolódik. A kiállított munkákat így összeválogatva ebben a formában még nem láthatta a közönség, ugyanis magángyűjtők képei kerültek kiállításra. Az itt látható anyag nagyon eltér, nagyon különbözik az előző kiállításoktól, hiszen itt kizárólag, kimondottan gyűjtőktől, képtulajdonosoktól gyűjtöttünk, válogattunk és állítottuk össze aztán ezt a kiállítást. Ez azért különös, különleges kiállítás, mert ilyen formában, ilyen válogatásban Bartl József munkáit még nem állították ki, tehát mi lehetünk az elsők, akik így bemutatjuk ezt az anyagot. A megnyitón Sikote Krisztina, a Hegyvidéki Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke bejelentette azt is, hogy ez a tárlat egy új kiállítás sorozat kezdetét is jelenti. Műgyűjtők és gyűjteményeik számára kívánnak bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Ez a kiállítás a villa életében, a Hegyvidék galéria életében is egy jelentős esemény, hiszen ezzel szeretnénk egy olyan kiállítás sorozatot elindítani a Hegyvidék galériában, amely majd gyűjtőktől mutat be egy-egy művészt, illetve magángyűjteményeknek ad helyszínt, lehetőséget bemutatkozásra. A kiállításon a művész sajnos nem tudott jelen lenni. Józsa Kitti művészettörténész mutatta be a megnyitón Bartl József munkásságát. A Bartl József 80. születésnapjának tiszteletére 2012-ben megvalósult rendezvénysorozat folytatásának tekinthető ez a 12. kerületi önkormányzat különleges adottságokkal rendelkező kiállítóterében a Barabás villában rendezett tárlat, amely egyedülálló módon a bartli életmű magángyűjtői kézben lévő darabjaiból válogat. A kiállítás egyik legfőbb értékét az alkotó karakteres művein túl az önkormányzat és a magángyűjtők együttműködése adja. Ez a fajta nyitott szemlélet, a hajlandóság az együtt dolgozásra ugyanis hatékonyan segíti elő egy alkotó életművének láthatóvá válását, széles látókörű feldolgozását és értékelését, utat nyitva egy zártabb kontextusból új értelmezési horizontok felé. Bartl József 1932-ben született Soroksáron. 1952-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskola festőszakán, Bernáth Gyula és Papp Gyula tanítványaként. Korai alkotói periódusában a 60-as években a posztnagybányai örökségből táplálkozva festett. Majd a 70-es években Szentendrére költözése után új formanyelven kezdett el alkotni. A művek fő alkotó elemei a népi paraszti kultúra motívum kincsei, amiket egyéni tradícióba integrál. Képein a jellegzetes formák más-más környezetben, színekben, méretekben és kontextusban ismétlődnek. Bartl József itt látható alkotásai zömmel 1970 után készültek, amikor a művész új alkotói közeges, egyben fő inspirációs forrás a Szentendre lett. Az alkotó a népművészet motívum világának felfedezésével a hagyományos, vagyis a hazai festészetben a 70-es években tapasztalható folklorista törekvések és az egyedi képalkotás egybefonódásával új jelképi rendet teremtett. A kiállítás április 13-áig látható. Előtte azonban április 8-án bemutatják a 2012-ben kiadott Bartl Józsefről szóló könyvet, melynek címe Bartl József, jel, kép. Ezután dokumentumfilmvetítésre kerül sor. A kiállítás kísérő rendezvénye lesz még Bayer Ilona televíziós újságíró beszélgetése is a műgyűjtőkkel. Adásunkat megtekinthetik a világhálón is, honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu-n a videótárban. Munkatársaim nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!